Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Székelyföld magazint látják. Közel 100 000 diák iratkozott be az őszi pótérettségire Romániában. A júniusi vizsgákon a diákok több mint felének nem sikerültek a vizsgái. Székelyföldön az átlagosnál rosszabb eredmények születtek. Ez a gyergyószentmiklósi fiatalember első ízben jelentkezett a vizsgára. A tanév végétől keményen készül rá. Reméli, sikerül majd átmenő jegyet szereznie minden tárgyból. Hát reménykedek, hogy nem lesznek olyan nehezek a tételek, mint a nyáron, mert elég sok évfolyamtársamat elvágták, úgyhogy nem tudom, mire várható. És mi az, amiből leginkább tartasz? Hát romántól inkább. Román, a matektől még egy kicsit, ennyi. Még tart a szóbeli vizsga román nyelvből a Gyergyószentmiklósi Vizsgaközpontban. A diákok több mint felének ebből a tárgyból kell pótvizsgáznia a nyári sikertelen vizsgát követően. A Gyergyői medencében most nálunk a mi iskolánkban van vizsgaközpont. Ez azt jelenti, hogy a medencéből levő iskolákból mindenki most itt vizsgázik az őszi érettségén. 282 vizsgázó van beiratkozva, hogy aztán hétfőn mennyien jönnek az a jövő zenéje. A tavalyi katasztrofális eredmények után idén még rosszabb jegyeket szereztek a diákok. Az elmúlt évben a nyári vizsgán bukottak, alig 13%-a jelentkezett pótvizsgára, és az idén is a vártnál kevesebben próbálkoznak újra. Szokott lenni egy olyan elmaradás, kimaradás a diákok részéről, mert sokan, hogyha egyszer megpróbálják és nem sikerül, nem vállalják, hogy másodszor is jelentkezzenek egy vizsgára, tartanak a kudarctól. Na, még tisztában vannak többnyire magukkal, hogy nem tanultak eleget, és nem szeretnének másodszor is megbukni ezen a vizsgán. A körülmények ugyanazok, mint a nyári érettségén, tehát ugyancsak, és most főleg az írásbeli próbákra gondolok, de nem csak, videokamerás megfigyeléssel történik. A sikertelen érettségi vizsga miatt sokkal kevesebben jelentkeznek az egyetemi felvételire is. Az elmúlt évben például a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által meghirdetett helyek alig 60%-a telt be. Idén is sok hely maradt az őszi felvételire, de az intézmény vezetői derülátóak. A beiratkozás nagyon jó volt, tehát a jelentkezés Vásárhelyen, Kolozsváron. Egy kissé rosszabb volt itt Csíkszeredában, és ennek következménye az, hogy az őszi felvételére is maradtak helyek. Ezeket meghirdettük, úgyhogy harmadika is, szeptember 3. szeptember 11 között van a beiratkozás, majd azonnal szakokon, ahol van próba, az következő napon történik. A sikertelenül érettségizők legtöbbje megpróbál munkát találni. A 12 osztály elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal főként szakképzetlen munkásként alkalmazzák őket, általában minimálbérért. Ez ma Romániában közel 150 eurónak, 41 ezer forintnak felel meg. Ennél a fafeldolgozó cégnél több mint 300-an dolgoznak. A cégvezető szerint nem az oklevél a fontos az alkalmazásnál, hanem a szakmai tapasztalat. Jelen pillanatban gazdaságilag, hogyha minden gazdasági szféra profitot kell termeljen, abból a szempontból nem szoktuk fontos tényezőnek tenni azt, hogy valaki rendelkezik-e diplomával vagy sem, főként ha a termelési részlegünket nézzük, akkor még inkább nem. Mindenképpen az fontos számunkra és a gazdasági szféráknak a számára az fontos, hogyha egy személy alkalmazva van egy vállalatnál, egy intézménynél, akkor hasznot teremtsen. Munkát találni nem egyszerű a székelyföldi megyékben. Hargita és Kovászna megye élen jár a munkanélküliség tekintetében. A nyári érettségi vizsgát követően pedig újabb 1300 fiatallal nőtt a munkanélküliségére jelentkezők száma. Azoknak, akik érettségiztek, sikerült vagy nem, független attól bejelentkezhettek június 1-től egészen július 29-ig. Akik 29-ig bejelentkeztek, augusztustól kérhetik a munkanélküli segélyt, akik nem jelentkeztek be, azok sajnos már nem. Viszont nyilvántartásba vehetjük őket is, hogyha szeretnének tanfolyamon részt venni, ingyen elvégezhetik, illetve hogyha munkába állnak meghatározatlan időre, akkor egy bizonyos támogatást is kapnak ők is, és a cég is.
Az intézmény képviselője szerint a fiatalok nagy része kihasználja az állam által nyújtott lehetőséget, sőt a hivatalosan meghatározott 6 hónapi időszak lejárta előtt nem is akarnak munkát vállalni. A fiatalok fél éven keresztül havonta 250 lej, mintegy 17 000 forintos támogatásban részesülnek. A Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban akkor lesz rend, ha egy gazdája lesz az épületnek, jelentette ki Bálint Géza. A Marosvásárhelyi Római Katolikus Plébánia adminisztrátora szerint az épület jelenlegi állapota jól példázza azt, hogy milyen káosz van az épületet használó hivatal berkeiben. A Marosvásárhelyi Művészeti Líceum amfiteátrumának a mennyezete egy hete omlott be, miután a tetőszerkezetből 2 elkorhadt gerenda kiszakadt. Az összesen 4 teremből álló épületrészt ezért lezárták, így az iskolakezdéskor több osztály is terem nélkül marad. A szülőbizottság már februárban felhívással fordult a polgármesteri hivatalhoz, jelezve a tanintézmény rossz állapotát, de nem kaptak választ. A közelgő iskolakezdés miatt egyre sürgősebbé válik a beomlott amfiteátrum felújítása. A további lépésekről Bálint Géza, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Plébánia adminisztrátora és a polgármester személyes tanácsadói Csegzi Sándor és Claudio Majó tárgyaltak az elmúlt napokban. A városvezetés 2 megoldást is talált a helyzet rendezésére. Bálint úrral arra az egyességre jutottunk, hogy elvégezzük a kárfelmérést, a polgármesteri hivatal rendezi az adósságait az egyházzal szemben, amely ebből az összegből megjavítaná a tetőszerkezetet és a beomlott épületrészt. Egy másik variáns, hogy legyen egy csere a művészeti egyházi tulajdonban lévő épülete és az Európa Gimnázium között. Bálint Géza arról tájékoztatta híradónkat, hogy az egyháza teljes összeget, amit bérként meg kell kapjon a polgármesteri hivataltól, arra fogja használni, hogy működő állapotba hozza a művészetét. Hozzátette, az épület cserének semmi köze a jelenlegi helyzethez. Az elmaradott összeg valami 200 ezer lej fölött van. Nem tudom, hogy ez mennyibe elég arra, hogy strukturálisan megerősítsük a teljes épületet, vagy csak éppen elhárítsuk a hibát. Bálint hangsúlyozta, a művészeti liceumban csak akkor lesz rend, ha egy gazdája lesz az épületnek, de mindenképp rendezni kell a bérlő és a tulajdonos közt feszengő örökös problémát. 2 óvodai csoport megszüntetése ellen tiltakoznak marosszentkirályi szülők, akik azzal vádolják az iskolaigazgatót, hogy nem iratja be a beiskolázási regiszterbe a 3 évnél kisebb gyerekeket. A korábbi 6 helyet csak 4 óvodai csoport indítását engedélyeznék idén a Marosszentkirályi óvodában. Az Erdélyi Magyar Televízióhoz forduló szülők szerint az ok nem a gyerekhiány, hanem sokkal inkább az intézményvezetők hozzáállása. Az iskolaigazgató ugyanis nem hajlandó beírni azokat a gyerekeket, akik még nem töltötték be a 3. életévüket. Mi több, töröltette a regiszterből a korábban nyilvántartásba vett gyerekeket is. Így több szülő számára csak most derült ki az, hogy szeptembertől nem viheti a község óvodájába csemetéjét, illetve a megengedettnél többen lesznek egy csoportban. Egész nyáron tárgyaltunk ebben az ügyben, gyakorlatilag május 25-e óta, amikor leadtuk az első kérést egész mostanáig. A megyei tanfelügyelőség is tud a helyzetünkről, párbeszédet folytattunk az iskola vezetőségével. Azt kértük, hogy maradjon a 3 magyar és 3 román csoport, ugyanúgy, ahogy a korábbi években is volt. Működőképes volt, és mindig volt elég gyerek. A szülő hangsúlyozta, törvényszegés történt, amikor az iskola vezető tanácsának a beleegyezése nélkül lecsökkentették 6-ról 4-re az óvodai csoportok számát. Ugyanakkor azt is kifogásolta, hogy a megyei tanfelügyelőség nem lépett annak érdekében, hogy kivizsgálja a szülőknek a 3. csoport megszüntetésére vonatkozó panaszát. A híradónknak nyilatkozó iskolaigazgató árnyaltabban látja a helyzetet, és meggyőződése, hogy semmi törvénytelen nem követett el. Elmondta, eddig teremhiány miatt 2 váltásban jártak óvodába a gyerekek. Mivel több szülő és az óvonők is jelezték, hogy nem akarnak délutáni csoportokat, a 3 éves gyerekek 1 óra után már alszanak, nem lehet foglalkozást tartani nekik, és többen hiányoznak az óvodából, úgy döntöttünk, hogy 2-2 román és magyar nyelvű csoportot indítunk, így minden gyerek reggel jöhet az óvodába. Az iskolaigazgató hangsúlyozta, a városi óvodákban is 20-nál több gyerek van egy-egy csoportban, ami különleges tanfelügyelői engedéllyel törvényes. A szülők képviselői arról tájékoztatták híradónkat, hogy szerdán Maros megye főtanfelügyelőjéhez mennek meghallgatásra. Mint mondták, reménykednek az ügy pozitív végkifejletében, annál is inkább, mert augusztus 30-án véglegesítik az óvonők és az óvodai kisegítő személyzet állásait.
Háromszék, Székelyföld a borvizek országa. Olyan kincs van a tulajdonunkban, amelyet messze földön megirigyelnének. A Székelyfürdőépítő program keretében egyre másra épülnek újjá a régió egykor híres fürdői. Idén, augusztusban Csernátonban tartottak kalákát. A budapesti Ástópia Alapítvány célja a táj- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, ennek szakmai segítése. A fürdők felújításában a hagyományos székelyföldi közösségi munka formáját, a kalákát választották. Targita megyében évek óta Háromszéken tavaly szerveztek először fürdőépítő kalákát. 2001-ben Lázárfalván egy térségfejlesztési munka kapcsán vetődött fel, hogy nem elég csak felmérni ezeket a természeti táji kulturális örökségeket, hanem a pusztuló értékeket újra kell teremteni, és így indult el a Kaláka mozgalom, amit most már 12. éve alapítványunk, az Ástópia Alapítvány szervez. Meggyőződésem, hogy a mai világ az letűnőben van, és az, amit mi építünk, az a jövő. A tájban, a tájból és a tájjal harmóniában együttműködve, ahogy ezt őseink is tették. Természetesen a mai embernek megfelelő módon. A szakemberek a kalánka révén igyekeznek nem csak természeti kincsekre irányítani a lakosság figyelmét, hanem felmutatni kívánják a közösség erejét is. Háromszéken tavaly Bodokon a 10 nap leforgása alatt a korábban nehezen megközelíthető sütei borvízforrás környéke kapott új formát, az önkéntesek kellemes kempingező helyett borvizes medencét hoztak létre. Idén Csernátonba hívták meg a budapesti szakembereket és azok diákjait. A Magyarországról érkezett 33 vendégen kívül több mint 200 önkéntes vett részt a munkálatokban. Csodálatos élmény volt a csernátoniakkal együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős közösség, nagy belső értékei vannak, és tudnak és szeretnek együtt lenni és együtt dolgozni. Befogadták a csapatunkat, és azt gondolom, hogy barátságok, együttműködések is születtek ez alatt az idő alatt. A munkálatok 10 napig tartottak Csernáton határában. Az Ika várának tövében található malom és a csókás fürdő újult meg. Kovászna megye tanácsának munkatársai idén is részt vettek a kalánkában, nem csak annak megszervezésében. Úgy gondolom, hogy a székelyföldi falvakat mindig is a közösségi munka kalánka vitte előbbre, ezért tartottam fontosnak, hogy ma a kollégáimmal leüljek a megyei önkormányzattól és a csernátoni fürdőépítő kalákában részt vegyek. Ezzel is hozzátéve egy téglát az egész építkezéshez. Valószínűleg el fogom hozni a barátaimat is, hogy megmutassam a munkámat, és minél több embert arra ösztönzünk, hogy vegyenek részt kalákákba. Épp Mikóforban nemrég fejeztek be kalákába egy 800 millió leértékű munkálatot. Javaslom minden székelyföldi embernek kalákáz, mert jól a közösségi dolgozni. A kalákára az jellemző, hogy mindenki azt adja a közösbe, amihez ereje, tehetsége van. Érvényes az a legfiatalabbtól a legidősebbig. Az is nagyon fontos, hogy nem csak az jöhet ide, aki szakmabeli, tehát építész, vagy ács, vagy ilyesmi, hanem bárki jöhet és bárki segíthet, amivel csak tud. Tehát én is lapátoltam, háncsoltam, bármit lehet csinálni. Tegnap például többen voltak szinte, mint a vendégek, és ilyen máskor nem nagyon volt, tehát azt éreztük, hogy tényleg nem mi építjük nekik, hanem együtt, és akkor jobban bízunk benne, hogy meg is marad. Miért fontos részt venni egy ilyen kalánkában? Ó, hát lehetne. egyszer szerintem, akik jöttek, a nagyobbik fele egy számítógép előtt dolgozik egész évben. És onnantól kezdve, hogy ki az erdőbe, vagy ide a vízpartra, már biztos, hogy nincs rossz helyt. És Székelyföld még pluszban egy olyan érték, amit sokan vágyakoznak, hogy jöjjenek. És akkor még ezen kívül az együtt dolgozás tényleg, hogy úgy nem lehet megismerni embereket, mint egy ilyen munka során. Háromszéken a Székely fürdőépítő program révén épülnek újra a régió egykor híres fürdői. A kaláka is ennek a programnak a része. A Pócsa József megyefejlesztési terv keretén belül Székely fürdőépítő
programot is indítottunk, ez több lábon Európai Uniós kormánypénzből, illetve önerőből Kalákában épült fürdők felújításáról szól. Rendkívül fontos nem csak a létrehozott fizikai létesítmény, hanem az a gondolat, az az érzés, az az összefogás, ami egy ilyen Kaláka alkalmával kialakul, hiszen néhány száz ember, magyarországiak, helyiek közös munkával néhány nap alatt, most jelen esetben éppen 10 nap alatt felépítettünk 2 fürdőt, Csernáton községben, a Malomfürdőt és a Csókásfürdőt. Ez az igazi jó érzés. Az, amikor az ember a saját kétkezi munkájának eredményét látja, és ez többnyire azért is igazán fontos, mert jobban vigyáz rá. Mint ahogy látszott az átadó ünnepségen, nagyon sokan eljöttek, és jó volt nézni azoknak az embereknek az arcát, akikkel néhány nappal azelőtt találkoztam, mikor ott dolgoztunk, mert látszott a munkájuk gyümölcsének öröme. A csernátoni Kaláka során a közös tervezési-építési munka révén a helyiek és vendégeik együtt és egymástól megtanulhatták, hogyan lehet saját erőből összefogással építkezni. Fontos a természetes anyagok használata, a tájba illő építkezési mód, míg a diákok vendéglátásával a falu turizmus alapjait lehet megtanulni. A Kaláka hasznos tájvédelmi szempontból, de a legnagyobb haszna talán mégis a közösség tudatra ébredése, hogy önerőből is lehet rendkívüli dolgokat létrehozni, hogy a közösen végzett munka összetartó erővel bír. 3 naposra bővült a Farkaslaki Szenes Napok. A térség egyik legnevezetesebb rendezvénye idén ünnepelte 12. születésnapját. Számos koncert, főzőverseny, tűzijáték színesítette a programot. Számos újdonsággal várta az idei Szenes Napok az érdeklődőket, akik szép számmal el is látogattak a kalondatetőre, a rendezvény helyszínére. Már pénteken, ahogy a szervezők mondták, a 0. napon megkezdődött az ünneplés a szénégetésről szóló fotókiállítással. Bodnár Artúr és Csedő Attila képeit lehetett megnézni, este a fiataloké volt a főszerep, nekik szóló zenére bulizhattak. Szombaton futballbajnokság zajlott, a tornát az aranycsapat tagjáról, Buzánszki Jenőről nevezték el. Érdekesség, hogy a legendás magyarországi sportember is eljött Farkaslakára. Az aranycsapat tagja egyébként sokadik alkalommal vett részt a rendezvény sorozaton, a róla elnevezett labdarúgó torna trófeáját természetesen személyesen adta át a győztes csapatnak. Azt szoktam mondani, nekünk ebbe a korba már miénk a múlt, a jövő tietek, tehát igyekezzetek te is mindig jobban sportolni, elősegíteni saját magatok egészségét, és majd amikor jó futballisták lesztek, szüleiteknek és a farkaslakiaknak is örömet tudtok szerezni. A község polgármestere Kovács Lehel beszédében az itthonmaradás fontosságát emelte ki. Mi, hála Istennek, itthon voltunk, itthon vagyunk, és itthon is leszünk, maradunk. Nem mindennapi eseményen veszünk részt. Olyan alkalom ez, amely bár a Szenes Napok címeit viseli, de minden községbeli a sajátjának érezheti. A szervező Farkaslaki Fiatalok Fórumának elnöke Fancsali János is szólt az ünneplőkhöz, elmondta, dicséretes a 100 önkéntes munkája, akik erejükön felül teljesítettek azért, hogy a rendezvény sikeres legyen. Politikusok is részt vettek a Szenes Napokon, beszélt Verestói Attila szenátor és Antal István parlamenti képviselő is. Új korszak hajnalán vagyunk pillanatnyilag, mert ha végignézünk azon, és tudjuk, hogy mi történik Európában, egy korszakváltás ott is. Látjuk és tudjuk, hogy mi történik abban az országban, ahol mi élünk, és azt is tudjuk, hogy a Székelyföld ez új korszak hajnalán a fejlődést választja, és tovább akar lépni, bebizonyítva azt, hogy igenis itt a szülőföldön a helye, és ez a térség, ahol él, fejlődni fog a következő évtizedekben, és biztosítja a felnővő nemzedék számára az itthonmaradás lehetőségét. A sokszínű rendezvénysorozat részeként a kisebbek örömére Gozefini bűvész is színpadra állt, este pedig a Piramis együttes szórakoztatta a közönséget. Vasárnap a kultúra kapta a főhangsúlyt, a szentmise után a szépkorúakat köszöntötték, később bemutatkoztak Farkassak a testvér települései, akik hagyományos táncukkal kényeztették a közönséget. Most már 12 éve járunk ide Farkaslakára, és hát minden évben meglátogatjuk a testvértelepülésünket, ugyanis Kemencének a testvértelepülése Farkaslaka. Hát megmondom őszintén, ez egy olyan érzés, hogy mint a hazaérkeznénk, amikor felérkezünk ide a hegytetőre, és meglátjuk, ahogy megyünk be Farkaslaka felé a templom tornyát,
mint ha hazaérkeznénk. Elsősorban ezt a baráti szeretetet emelném ki, tehát annyira kedvesek az emberek itt, meg annyira szeretik ezt a magyarokat, tehát az ős magyarokat, hogy tehát annyira körberalulnak bennünket, ami meghat bennünket. Este a helyi zenekaroké volt a színpad, 23 órakor pedig a rendezvény sorozatot tűzijáték zárta. Hatodik alkalommal szervezték meg a Bolyaisok világtalálkozóját Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. A programok között volt sportvetélkedő, élő könyvtár és gála műsor is, de a habatortán mégiscsak az egykori tanárokkal, diáktársakkal való beszélgetés volt. Rögtönzött osztálytalálkozók alakultak ki a Bolyai Farkas Elméleti Liceum udvarán a hétvégén Marosvásárhelyen, a hatodik alkalommal megszervezett Bolyais világtalálkozón. Az eseményt 5 évente szervezi meg az Öreg Diákok Baráti Köre. Baráti körünk kötelességének érzi, hogy iskolánk fennállásának 455. évfordulóján ünnepi megemlékezéssel tisztelegjen a múlt nagyjai előtt, ezért szerveztük meg a hatodik Bolyais világtalálkozót, amely szellemi feltöltődés, lelki erőt adhat a mindennapi élet kihívásaira. A jelenlévők közül sokan azért vettek részt az ünnepségen, hogy valamikori osztálytársaikkal találkozhassanak, és velük nosztalgiázhassanak az iskoláskori élményeket felelevenítve. Én arra gondoltam, hogy sokkal több volt osztálytársammal fogok találkozni. Hát itten van egyetlen egy, aki most véletlenül itt van. Mások úgy gondolták, valószínűleg a sepsiszentgyörgyi események miatt voltak idén kevesebben. Azzal a gondolattal jöttünk, hogy sokan leszünk, sokan találkozunk itt, de úgy látszik, hogy nem tudom, valószínű, hogy a sepsiszentgyörgyi gyűlés megzavarta, és egy része oda ment. Schuller Jenő híradónknak elmondta, azt szeretnék megelőzni, ami megtörtént a Székely Mikó kollégiummal. A helyi öreg diákok mellett a rendezvényre érkeztek volt Bolyaisok az Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, Görögországból, Angliából és Magyarországról. A találkozó végén koszorúzásra és újabb plakettek elhelyezésére került sor az iskola udvarán. Kedves nézőink, önök a Székelyföld magazint látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, tartsanak velem jövő héten is. Minden jót, viszontlátásra! Thank you.